A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. Csütörtökön munkanapokon és a hét utolsó tanítási napján 22-én, a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján 23-án szabadnapon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. December 24-én Szenteste és december 25-én karácsony első napján munkaszüneti napi menetrendnek megfelelően közlekednek az autóbuszok. December 26-án a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. A buszok december 27 és 29 között a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint közlekednek, míg szerdán a hét első, pénteken a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára meghirdetett menetrend lesz érvényben. December 30-án szabadnapi, 31-én szilveszterkor munkaszüneti napi, január 1-én újévkor a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok. December 24-én és 31-én 16 óra után az autóbuszjáratok többsége, illetve karácsonykor és a két ünnep között számos járat nem közlekedik. Az áruházak és bevásárlóközpontok december 25-én, 26-án és január 1-én zárva tartanak, ezért az áruházakat érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek ebben az időszakban. December 24-én és 25-én az ünnepnapi, december 26-án a vasárnapi. December 31-én az ünnepnapi, január 1-én a vasárnapi, január 2-ától pedig már a megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.